tisztelettel köszöntöm a Navény Televízió nézőit innen a Városházánkról. December elején járunk, és a múlt hónap végén, ugye hagyományosan a hónap utolsó csütörtöki napján 14 órától rendes testületi ülésre került sor. Ezen testületi ülésen 9 napi rendi pontot tárgyalta a képviselőtestület. Közeledik az év vége, és ilyenkor egyre több a visszatérő, kellemes hangvételű előterjesztés is. Ilyen volt az első napi rendi pontunk, amely az időskorúak egyszeri támogatására irányuló javaslatot tartalmazta. Ennek keretén belül a képviselőtestület döntött egy rendeletalkotással, miszerint támogatásra jogosultak lesznek anyagi körülményüktől függetlenül városunkban azok, akik Vásárosnemi városban bejelentett állandó lakóhelyen rendelkeznek, Vásárosnemi településen kívül tartózkodási cím nem került részükre megállapításokra, valamint 2018. december 31 napjáig betöltötték vagy betöltik a 62. életévüket. 3000 forintról van szó fejenként, azaz 3000 forint per főösszeg az egyszeri támogatás, és örömmel jelzem, hogy ezen támogatások kiosztása el is kezdődött már december 5-én, nagyon sokan fölvették már ezt az összeget, és én arra kérnék mindenkit, hogy aki látja, hallja a televíziót, az igyekezzen, és még ebben az évben lehetőség szerint december 28-áig vegye föl ezt a kis pénzt, mellyel a közelgő ünnep kapcsán szeretünk volna egy kis figyelmességgel a lakosság irányában lenni, és bízom benne, hogy mindenkinél elérte a célt, és mindenki átérzi azt, hogy a város odafigyel az idősekre is. Nyilván ehhez több minden szükségeltetik, hiszen az, hogy az adóerőképességünk évről évre növekszik, az, hogy egyre élhetőbb kisváros vagyunk, alátámasztja ez a tény is. Bízunk benne, hogy egyszer majd ezt az összeget is emelni tudjuk. A második napirendi pont a másik korosztályra, egy másik generációra, a 18-35 éves korosztályra irányult. Ennek tükrében a kettes napirendi pontunk az előterjesztés Gólyafészek Vásárosnemény fiataljainak helyben maradásáért projekt lakhatási támogatásáról szóló rendelet megalkotására. Ezen rendelet megalkotása nagyon fontos volt számunkra, és a rendelet részletein nagyon sokat dolgoztak a bizottságok is. Nagyon fontos az, hogy a 80-90 fős célközösség, akit megszólítottunk ezen projekttel, a végső legnagyobb célból is minél többen tudjanak majd részesülni. Nyilván ez 8 párt jelent, tehát ez 16 fő fiatalt jelent, hiszen 8 lakást sikerült felújítanunk, és nagyon komolyan szépé varázsolnunk és lakhatóvá tennünk. Ez a rendelet megszületett. A szempontsor megtalálható lesz majd a honlapunkon, és nyilván mindenkit személyesen a honlapunkon, Facebook oldalunkon keresztül a jelzőasszony által és jelző által is fogunk értesíteni, hogy hogyan is miként tud pályázni ezen lakásokra. Több mindent figyelembe vettünk a rendelet alkotásánál, és azt kérném, hogy figyeljenek oda majd a pályázók, mert mi is szeretnénk azt, hogyha azok a fiatalok, akik itt képzelik el a jövőjüket Vásárosnaményban, bekerülnének ebbe a rendszerbe, ez 2 éves időtartamról szól, aztán 2 év múlva majd újra pályáztatjuk. Én most a teljes igénye nélkül mindenképpen kiemelném azokat a szempontokat, amelyeket az értékelésnél figyelembe veszünk majd, az egyháztartásban élők egyfőre eső jövedelmét, a pályázó foglalkoztatási jogviszonyát, az együtt költöző személyek számát, a pályázó életkorát, és nyilván az önkéntes munkavégzést is, valamint azt, hogy vásárosnaményi vagy vásárosnaményból elszármazott, illetve olyan személy is természetesen pályázhat, csak nyilván kevesebb pontszámért, aki nem rendelkezik vásárosnaményi gyökerekkel. Még egyszer azt kérem, hogy mindenki figyelje a honlapunkat, figyeljen oda az eseményekre, és nyilván sem jegyző úr, sem jó magam, de a jegyzőasszony sem veszi zokon, hogyha telefonon, messengeren, esetleg e-mailben érdeklődnek a fejleményekről. Mindenképpen nagybetűkkel fogjuk kiírni a Navény Televízióra is, hogy mikortól és meddig lehet majd pályázni. Mindenkit arra búzítok, hogy gondolja át, nézze meg majd a kiírási feltételeket.
hármas napirendi pontként előterjesztés a Városnemi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadására. Egy olyan napi rendi pontról volt szó, amelyet a jegyző úr jegyez, és próbálta összefoglalni mindazt, ami 2018-ban történt a Városházán, a közös hivatalban, hiszen tudjuk azt, hogy Vásárosnemény város önkormányzata Olcsvával és Jánonnal együtt közös hivatalt működtet, illetve az önkormányzatunk is itt végzi a munkáját. Próbáltunk idén is ügyfélcentrikusan a megoldásokra helyezni a hangsúlyt, nem azt keresni, hogy mit, hogyan nem lehet, hanem mit, hogyan lehet a legegyszerűbben megoldani. Nyilván problémák rendre merülnek föl, ezek megoldása szakszerűen és a jogszabályok betartásával történt. Odafigyeltünk az önkormányzati pályázatainkra, nagyon sok pályázatunk fut, e köré csoportosítottuk és foglaltuk össze a közmeghallgatásaink anyagát is. Többen érdeklődtek, nagyon sokan telefonáltak azóta is, és örömmel veszik azt, hogyha a városban valami megújul. Ugyanakkor azt is látom, hogy ha esetleg problémák merülnek föl, az irányban is jönnek felénk a kérdések, ezekre is próbálunk válaszolni. Az önkormányzatunk átállt az ASP rendszerre, ez az első év volt a tanuló év, nyilván ez nem kis feladatot volt a különösen a pénzügyi osztályra. Az elmúlt esztendőben eddig, ha a számokat tekintünk, akkor nagyságrendileg lényegesen több volt a képviselőtestületi rendeletek, előterjesztések száma. 17-hez képest idén 10 rendes és 7 rendkívüli ülésünk volt, míg 151 előterjesztést kellett elkészíteni, és mindezt a hivatal, a közös önkormányzati hivatal tisztviselői, köztisztviselői látták el és készítették elő. Nyilván a jegyző asszony, jegyző úr törvényes képviselete és ellenőrzése mellett. Én köszönöm a köztisztviselőjének, aki jelenleg 36-an vannak az elmúlt esztendőben és a mögöttünk lévő évben végzett munkájukat. Nem egyszerű ez a feladat, hiszen tudjuk azt, hogy még áprilisban országgyűlési képviselői választásra is sor került. Ez is az ő feladatuk volt, ezeknek a pontos előkészítése, de hiszem, hogy ezt is szakmailag felkészülten oldották meg. Jövőre pedig ugye két választással készülünk majd elő, és mindemellett persze a mindennapi munkáját is mindenki elvégezheti, odafigyelve és a lakosság szolgálatában állva. Ezt követően a négyes napi rendi pontunkat tárgyaltuk, amely címe az előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására. Először is ugye a törvényi előírás az, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie kell közbeszerzési tervvel. Ezen tervet mindig módosítjuk, amikor új közbeszerzés van a látóhatáron. Nem történt ez másként. Ez esetben sem. Most konkrétan egy EFOP-os pályázat, az EFOP 153162017 00111-es kódszámú projekt a humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnemben és térségében. Egy építési beruházásról lesz szó. 9.800.593 forintos nagyságrendben, és reményeink szerint ez a projekt a jövő esztendőben valósul meg. A művelődési központunkban a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ Rákóczi úti épületében szeretnénk különböző munkálatokat elvégezni. Majd ezen előterjesztés pedig arról szólt, tehát, hogy ez a közbeszerzés is bekerült a közbeszerzési tervünkbe. És ehhez szorosan kapcsolódott az ötös napi rendi pont, amely ugyanezen kódszámú projekt keretében a humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnemben és térségében pályázaton belül a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiállító termének, emeleti előterének, mosdóinak és lépcsőházának felújítására, építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányult. Itt egy egybeszámítási kötelezettség is fennállt. Ennek tükrében, ami a lényeges, hogy 5 helyi céget próbálunk bevonni a közbeszerzésbe, a Kis és Társai Kft-t, a V-Progress 2011 Kft-t, a Handel Kft-t, Kutila Zsoltot, valamint a Naményi Építők Kft-t. Összességében a
felhívás kikerült, kiküldésre került, és reményeink szerint minél többen adnak majd be jó anyagot, és ezáltal születhet majd jó döntés ez ügyben. Ezt követően a hatos napirendi pont tárgyalására került sor egy korábban beadott pályázatunk, amely szerencsére nyertes pályázat. A pályázat címe Vásárosnövény egyes külterületi útjainak infrastruktúrális fejlesztése című elnyert pályázathoz kapcsolódó ingatlan részek megvásárlására irányult. Itt gyakorlatilag egy olyan minimális területszerzésről volt szó, ami összességében 28 négyzetméter, és a megállapodás szerint itt összességében 3550 forintról döntöttünk. Ilyen jelképes vételi árért vásároljuk meg ezt a területet, és ezáltal, mivel itt a 4 darab bekötőút is található ezen területeknél, és ezekhez kapcsolódóan vannak ezek a minimális területek, és ezáltal leszünk akkor területen belül, azaz önkormányzati területen belül, és a képviselő testületünk úgy döntött, hogy ezen ingatlanokat megvásárolja, és reményeink szerint a jövő esztendőben ezen külterületi utak megépülhetnek. Aztán tovább haladtunk, és a 7. napirendi pontunk tárgyalására került sor. Ezen napirendi pont egy visszatérő napirendi pont mostanában, előterjesztés Vásárosnagyváros település szerkezeti terve szerint belterületbe vonható területek bevonására. Ezen anyag azért került a képviselőink elé, mert Zsoldos Dávid, Vásárosnövény Gulácsi út 15 per A, Turóci Zoltán és Turóci Szabolcs, Vásárosnövény Kis út 6 és Kisernyő út 4. Lakosok jelezték azt, hogy esetükben mindenképpen belterületbe vonásra lenne szükség. Zsoldos Dávid azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a Gergely-Ugarné városrészen lévő 1/1 tulajdonát képező 0609/45/46/47 helyrejzi számú ingatlanokat vonjuk belterületbe, míg Turóci Zoltán és Szabolcs pedig szintén egy belterületbe történő vonást tartalmazó kérelmet fogalmazott meg. Itt a 0308/4-es és a 0308/5-ös helyrőszámú ingatlanokat érintően, és ez is a saját tulajdonú ingatlanukról szólt. Mindkét kérelemben szereplőre igaz volt, hogy a hatályos település szerkezeti terv belterületi szabályozási terve alapján belterületbe vonható területként vannak feltüntetve. Nyilván ilyenkor mi is megnézzük a saját területeinket is ezen ingatlanok szomszédságában, így a Beregvíz melletti kerékpárutat is, valamint a Gergely-Ugarnyai víztornyot is javasoltuk bevonni belterületbe. Ezen felvetést a képviselő testületünk támogatta, és mindenki elfogadta ezen ingatlanok belterületbe vonását. Ezt követően a 8-as és a 9-es napirendi pont szintén az ifjúságról szólt, a legifjabbakról szinte, már azokról, akik ugye általános iskolában hamarosan végezni fognak, 8-osok, az Arany János tehetséggondozó programban való részvétel kapcsán fogalmazódott meg ez az előterjesztés. Az Arany János tehetséggondozó programban idén 5 tanuló kérte és felvételit, és szeretne ebben a formában tovább tanulni majd. Milyenkor az elviekben történő támogatásról döntünk, anyagi támogatást az önkormányzat ezen programhoz nem kíván nyújtani. Tudjuk azt, hogy maga a program számtalan eleme a gyermekekért, a gyermekek érdekeiért, és a minél szervezettebb és hatékonyabb minőségi oktatásért íródott meg. A gyerekek ezt a formát nagyon kedvelik, és idén, ahogy jeleztem, 5-en kaptak erre elvi támogatást. Farkas Bence, Kondor Bianca, Emma, Szappan Dávid, Túri Orsolya, valamint Vadász Diana. Én kívánom, hogy ezek a gyermekek találják meg számításukat ebben a programban, és szeretném azt, hogyha majd elérik a főiskolás egyetemista korukat, majd tudjanak pályázni a másik projektre, a másik programra, az ösztöndíjpályázatra, mégpedig a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra. A képviselő
testület arról döntött, hogy a 32 beérkezett pályázat is volt egy érvénytelen pályázat kapcsán, összességében 20 fő havi 5000 forintos támogatását tartja jónak és elfogadhatónak 10 hónapra. Nagyon fontos, hogy a nyertesek nevét ugye itt sem említhetjük, ők értesültek a saját rendszerükön keresztül, míg a 20 fő 5000 forintos támogatását nyilván kiegészíti az állam, és tehát ehhez még kapnak egy 5000 forint per hó mértékű támogatást. Ez azt jelenti, hogy ez a 20 gyermek 10 hónapon keresztül 10.000 forintos ösztöndíjban részesül majd. Összességében a képviselőtestületről elmondható, hogy az egyebek volt az a terület megint, ahol több mindenről esett szó, kiemelten a kerékpárutas projektről, mely kapcsán elmondtam, hogy ezen projektnek a műszaki átadása folyamatban van. Objektív tények és okok egyértelműen láthatóak, amiért egy kerékpárút nem egyenes mindenhol, hiszen a kapubejárókat tervezni kell, a fölfestések és a hiánypótlások szakaszát éljük. A mai nap folyamán ez a projekt lezárulhatott, a közút ma volt kint, a egy-két hiányosság kapcsán tettek megjegyzés és azok orvoslása is megtörtént. Én eddig is és ezután is arra kérem a képviselőtestületi tagokat, és azt kérem a lakosságtól is, a zajló projektjeink mindenki szemelátára történnek. Én hiszem azt, hogy mindenkinek a saját szobájában, a saját portáján, a saját udvarán is nagyon nagy rend van, mindenki odafigyel arra, hogy méltó körülményeket teremtsen. Így vagyunk mi ezzel a városban is. Most ugye a kettes szegregátumnak a fejlesztése kapcsán nem szociális bérlakásunk, hanem szükséglakásoknak a felújítására került sor, közösségi tér kialakítására került sor, a Széchenyi utca aszfaltozására, járda építésére, járda aszfaltozására került sor. Nyilván a meglévőtől sokkal jobb állapotok alakultak ki. Az, hogy ez a projekt még nincs kész, de már sorban kapjuk a jelzéseket, ez valamilyen szinten jó, igyekszünk ezeket orvosolni. Nyilván nem célunk az, hogy egy kialakult, gyenge minőség helyett egy rosszabb helyzet jöjjön létre, nem is erről van szó. Én a hét folyamán is, a hétvégén is többször jártam a Széchenyi utcán. Látható, hogy ez a folyamat a végén tart, és szeretném megmutatni a Széchenyi utcán élőket. A város több pontján az ott élők nagyon örülnének, ha az utcájukat aszfaltoznák. Az pedig, hogy többen nehezményezték azt, hogy a kapubejárót nem aszfaltozták mindenhol. Ez tervezői feladat. A tervező, illetve a kivitelező döntött arról, ahol a esetlegesen megsérült a kapubejáró, azt nekik helyre kell hozni olyan állapotban, amilyenben volt. Az uniós projektek nem adnak lehetőséget arra, hogy ezen forrásokból kapubejárókat építsünk magáncélokra, hiszen a kapubejáró az mindenkinek a saját feladata, annak kialakítása. Nekünk, mint a pályázónak és mint a kivitelezőt megbízónak az a feladatunk, hogy az útról, az úttestről lehessen ráfordulni a kapubejáróra. Én tudom azt, hogy mindenki szeretné, hogyha ezekből a projektekből a legtöbbet hozhatná ki saját maga irányában, ez így természetes, mi is azon vagyunk, hogy minél sikeresebb projekteket tudjunk végrehajtani, úgyhogy ez így lesz a jövőben is. Aztán zárásképpen most, miután végigfutottunk ezen a 9 napi rendi ponton, és az egyebeken, én szeretnék mindenkinek itt az advent útján, a karácsony felé haladva olyan időszakot kívánni, amikor egy kicsit meg tud állni, és átgondolni, áttekinteni azt, hogy mi volt ebben az esztendőben, átgondolni azt, hogy milyen pozitív dolgok vannak mögötte, mi az, amit változtatna, így vagyunk ezzel mi is. A vasárnapi este folyamán városunk adventi koszorújánál együtt a Római Katolikus Egyházzal megnyitottuk a második gyertyánkat. Marosi főtisztelendő atya nagyon szép beszédet mondott, elgondolkodhattunk azon, hogy mit is gondol ő főtisztelendő atyaként az ünnepről, mit jelent számára és mit jelentett számunkra is Jézus eljövetele. A szeretett vendéglátás után nagyon sokan megjelentek a Sugárlóf koncertjén is, ezen a héten pedig közeledik a harmadik adventi hétvége. De hétközben is folyamatosak a programok. Én kérem tisztelt városlakókat, akiknek van idejük,
van kedvük, jelenjenek meg, legyenek ott és ünnepeljünk együtt. Tudom azt, hogy a mézes délelőtt, a mézes délután, aztán Szilinóra előadás következik, majd a hétvégén pedig együtt meggyújthatjuk a harmadik gyertyát. Várjuk Szilata Jennifert is a gyertyagyújtás után a művelődési központunkba, úgyhogy mindenképpen hatékony az a pezsgő élet, ami a városban beindult, és az, hogy ilyenkor évvégén is, amikor már mindenki kicsit fáradtabban, pláne egy vasárnap estére, egy vasárnap délután legszívesebben otthon maradna, és mégis 200-an, 300-an, 350-en ott vagyunk egy-egy ilyen alkalmon, az mindenképpen azt jelenti, hogy a városlakókban van igény, és van egymás iránt érzett szeretet, odafigyelés, legyen ez sokáig így. Én köszönöm, hogy meghallgattak, hogy megnézték a Namény Televízió műsorát, és köszönöm azt, hogy rendre figyelik a Namény Televíziót, mert nagyon sok a pozitív visszajelzés. Én köszönöm Cserepes Sándornak, hogy tényleg szívét, lelkét kiteszi azért, hogy minél hamarabb és minél pontosabb információkat kapjanak. Legyen ez sokáig így. Áldott békés ünnepet kívánok mindenkinek.